A jó neveltség nagyon fontos az emberi interakciókban, azonban én azt tapasztalom, hogy manapság ez egyre inkább kiveszendőben van, és a fiatalok megfeledkeznek az udvariasságról. A témában Sing Vicky és a mindig jól öltözött Danny Blue a vendégünk. Ma alul öltözt. Nem, meg kell mondjam, hogy akárhányszor láttam, mindig kifogástalan úriember volt, és kifogástalan volt a megjelenése is. Szerintetek az etikett, az udvariasság az fontos még a mai világban, vagy ti is azt tapasztaljátok, hogy ez egyre inkább kiveszik? Fontos kéne, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy azért bizonyos körökben megvan ez is. Minden úgymond szakmának megvan a saját etikettje, meg minden ilyen közegnek, de úgy maga az alapvető illemszabályok azok egyre inkább kivesznek a mostani fiatalok. Meg férfi, nő között, igen, tehát hogy annyira nem tartják már a mai fiatalok ezeket a szabályokat, pedig olyan jól esik a lányoknak. Bizony. Szerintem ezek az apró figyelmességek, vagy egyáltalán az, hogy odafigyelni a másik emberre, az nagyon fontos lenne, és mind a két félnek jól esne, csak így egyre inkább megy ez a trendi az, hogy úgymond a másikkal nem foglalkozok, tehát hogy egyre inkább így eldurvul a helyzet, és már nyersebbek lesznek a kapcsolatok ezáltal. Persze, aztán már előfordul az is, hogy a csajok gyakorlatilag nem értik a helyzetet, hogyha mondjuk egy férfi előreengedi őket, vagy átadja a helyét, vagy nem érti, hogy ezt most miért csinálod. Igen. Ugye? Tehát, hogy igen, így fordul igen. Az egész. Jó, mondjuk én még szerintem az a korosztály vagyok, illetve mi még az a korosztály vagyunk, amikor még amíg a hagyományőrzők. Hogy igen, hogy ezt így illik, ezt így szok. Úgyhogy de például a tesóim, köztünk 6 év van, mármint hogy én vagyok az idősebb, és az ő korosztályukban a fiúk az már, tehát hogy ez, tehát nekik már nagyon-nagyon nehéz párt találni is. De te elvárod egyébként egy pasitól, hogy udvarias legyen veled? Hát igazából ez alap, tehát vannak alap dolgok, tehát hogy ilyen hogy úgy, hogy nyissa ki előttem az ajtót, mikor kiszállunk az autóból, vagy húzza ki előttem a széket, ilyeneket nem, tehát hogy ki tudom nyitni magamnak, tudom, hogy régebben azért ez is egy alap dolog volt, de hogy azért az, hogy mondjuk ne menjen előre be az ajtón, mikor, tehát hogy... De várjál, az étterembe a nő, a férfi megy előre. Tudom, mondjuk, amikor valami... És sok nő egyébként nem tudja, és egyébként ez is gond, hogy ha a nők nem tudják, és ők próbálnak előre menni, és így most nem te mész előre, igen. Tehát kellemetlen szituáció lehet, hogy a lépcsőn kimegy felfele, meg lefele előre. Igen. Te egyébként anyútól tanultad, vagy aputtól, hogy honnan jön neked ez a... Mindenképp a szüleimtől hozok egyfajta, úgymond modor alapelveket, tehát ezeket hozom, és nyilván fennmaradt, mert a családban nagyon sok rokon van, náluk ez valahogy mindig így alap volt, és ezért azt mondom, hogy ez fontos, hogy ezt megtanultam. És értik a csajok, amikor mondjuk betolod a széket, ha lájuk? Az kevésbé, azt meghagyom, hogy a pincér megtegye. De az ajtót, a kocsi ajtót kiszoktam nyitni. A Vikinél nem nyitottam ki a kocsi ajtót, mert akkor be volt kötve a szemem, és ő szállított be az autóba, és úgy vezettem végig. Igen. Igen, csak aztán emlékszem egyébként erre a felvételre. Azt hittem, hogy meghalok. Igen, hát de nem lehet mellette egyébként csak úgy csinál, minthogyha. Szóval, hogy fontos az, hogy a szülők mit tanítanak. Már csak azért is, mert próbálok visszaemlékezni, és nyilván osztályfőnök órán volt erről szó, de kifejezetten etikett oktatással én nem találkoztam az iskolában. Igen. A főiskolán nekem volt ilyen. Mondjuk üzleti etikett, az is tény, de azért tett összevonva ott voltak benne ezek az alap illemszabályok. Én egyébként addig nem engedem lecsúszni a fiamat a csúszda tetejéről, ameddig csaj van előtte. Tehát mindig mondom, hogy nem, megvárjuk, mert a lányok mennek előre. Így van. Úgyhogy én elkezdtem az alapoknál a dolgot. A csúszdánál. És a fél napotoknál szegény a csúszda tetején. Mert ez fontos. Utálni fogja a lányokat. Csúszdázás. Igen, mert valahogy ez az alapja, tehát az, hogy nőnek érezzük magunkat, ez kell. Tehát, hogy ez annyira fontos, hogy úgy vagy kezelve. És Indiában mennyire más egyébként? Én ugye sosem éltem kint, de járok ezekre az összejövetelekre, ugye apukám révén, és hát vannak olyan szabályok, nem is szabályok, de végül is szabályok, amiket be kell tartani annak ellenére, hogy néha nem érzem magaménak. Tehát, hogy alapvetően ugye nem kaptam meg ezt a fajta nevelést, soha nem éltem ott, de mikor elmegyek egy ilyen rendezvényre, akkor namaszté, vagy tehát aki idősebb, vagy ilyen tiszteletteljes ember, ő neki megérinteni a lábfejét. Mondjuk ezeket sose szokta elvárni apukám, hogy ezeket tartsuk. Igazából apukámnak is úgy kéne köszönjek. De ezeket mind a mai napig tartják kint? Tehát például megérintik persze, a lábfejét? Persze, hogy
És akkor ő mondja, hogy ne. Tehát, hogy ez egyébként alapvető szabályokként, de velünk nem tartatja be apukám, de mindig látom, hogy mások csinálják, és ciki, hogyha én nem. És rosszul érzem magam kívülállónak, hogy én ezeket nem csinálom, viszont ha csinálnám, akkor azt érezném, hogy ciki, mert lehet nem csinálom helyesen. Tehát, hogy mert hogy sosem csináltam ezt, nem jön önkéntelenül belőlem, de azért próbálom, tehát, hogy az alapvetően namaszté, tehát meghajlásos köszönés, akkor nyilván olyan dolgok, amik már tényleg alapok nálam is egy ilyen rendezvényen, hogy például tehát ilyen kendőt teszünk a hajunkra, mert nem lehet kint, amikor ilyen imádságos helyre megyünk. De ilyen, tehát évente egyszer-kétszer az ember ezeket be tudja tartani. De nyilván a hét többi napján, meg az év többi napján ezeket nem tartom. Dani, számodra fontos volt mindig is az udvariasság, kezdetektől fogva, vagy később alakult ki? Van-e valami, amit kifejezetten fontosnak tartasz egy randevún, hogy egy lánynak, vagy lányjal előzékeny légy, és van-e valami, amit esetleg, ami kiborít, ha egy lány esetleg nem teszi meg? Aha, hát valójában szerintem én eléggé természetesen kezelem ezeket a dolgokat, meg abszolút hozzá tudtam szokni ehhez, és Magyarországon, mondom, hogy családból hozom ezt, Magyarországon ez abszolút így van. Amikor külföldre megyek, Dubajba például, amikor voltam, akkor ott ugye hozzá kellett szokni az új kultúrához, és volt olyan, hogy felszálltam egy ilyen metróba, vagy egy ilyen föld fölötti metróba felszálltam, és akkor így elkezdtem azt érezni, hogy mindenki néz engem. Kiderült, mert rossz hogy helyre szálltál. Egy női vagomba szálltam, és csak nők voltak, ahol is tök ciki volt, és így már kinéztek, és már mondom, le kell szállni a következőnél, át kell szállni valahogy másik vagomba, mert ugye nyilván ott nem tudtam a kultúrában lévő ilyen különbséget, tehát hogy így, de aztán megszoktam ezt is, és szerintem, tehát hogy bármely nő, tehát, hogyha férfi-női viszonyról beszélünk, bármely nő ezt egyébként nagyon jól veszi, és szerintem sokan nem is, sok nő nem is hiszi el, hogy létezik még ez a fajta udvariasság. Igen. Ez egyébként annyira vicces volt, én is voltam ott, és a metrón, mondjuk ott van egy ilyen rózsaszín vonal, és akkor az ember tudja, hogy hol a helye, és hogy a férfiak már, hogy ott nyomorogtak egy ilyen kis helyen, nem tudom hányan bezsúfolódva, és mi nők, ott volt egy csomó hely, egyébként ott ültük. Tehát, hogy abszolút, mert viszont nagyon jó ilyenkor, ha pároddal mész, hogy akkor ő áll az egyik oldalra, a vonal egyik oldalára, te a másikra, és akkor végülis együtt tudtok utazni. Hát igen. Úgyhogy így, ez egy nagyon helyes. De a készfogás nem ér. Nem ér. Nem ér. Köszönjük, hogy itt voltatok. Tartsátok meg jó szokásotokat. Igyekszünk. Köszönjük. Szép napot.